civilizációs betegségeket alapvetően egyikünk sem kerülheti el. Egy bizonyos kor után mindenkit érint. Lajosnál is ebben az irányba fogunk vizsgálódni. Milyen irányba, mit szeretnél? Engem se került el. Ugye lassan a 7. X felé tartok, és magas vérnyomás, szív, koleszterin. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen eredményeket produkál ez a kezelés. Remélem, hogy csupa jó eredményt. Azért jöttem el önhöz, főorvos úr, mert megállítani nem tudom azt, hogy az idén ugye 68, jövőre 69 év. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok az egészségi állapotomra. Vérnyomás csökkentő a szedet? Mióta? Körülbelül 20-25 éve. Porzos megnézni, jó? Jó. Jó. Vérvíted? 2 hónappal ezelőtt volt. A koleszterin szint volt a kiugróan magas. Nem látom valamit probléma. Ó, köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a magas vérnyomása nem annyira súlyos. Akupunktúrával is lehet csökkenteni ezen, de a magas koleszterinnél is lehet alkalmazni. De itt a gyógynövényterápia is sokat segíthet. Kész? Kész. Jó volt, köszönöm szépen, fölkelhetünk. Az akupunktúrával a belső szervek működését lehet harmonizálni, de a fájdalom csökkentésére is nagyon alkalmas módszer. Javulást kívánok! Nagyon szépen köszönöm! Összefoglalva elmondhatjuk, hogy Lajos feltehetőleg megmarad, de valamilyen konklúzió biztos van. Hogy érezted magad, mi lesz a jövő, mit csinálsz ezentúl máshogy? Nagyon érdekes, nagyon izgalmas volt. Úgy kaptam meg ezek a trükket, hogy nem is éreztem, és ahogy elkezdett melegedni a lábam és a kezem, most ki vagyok cserélve.